Az együttműködési megállapodást írják alá a megyei hivatalokat csatlakozott önkormányzatok és vállalkozások képviselői. A 2,5 milliárd forint értékű a megyei önkormányzat és a kormányhivatal által elindított programban több mint 1000 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása támogatható, 500-an képzésben vehetnek részt, 1500 embernek pedig egyéb munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szerint negyedik éve 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás bővülés miatt jelenleg nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelent problémát. Egy jelentős verseny folyik a jól képzett, vagy éppen a képezhető dolgozni akaró munkaerő iránt. Ennek a igénynek a kielégítését szolgálja sok-sok olyan program, amelyik program ismertetésén ma is, vagy egy paktum aláírásán vagyunk, hisz ennek a topos megyei programnak is az a célja, hogy azokat az embereket, akik esetleg eddig még nem is gondolkoztak azon, hogy dolgozzanak az elsődleges munkaerőpiacon, elmenjenek céges körülmények közé dolgozni, bevonják a munkába, vagy pedig olyan embereknek segítsenek, akik akartak, de valami oknál fogva nehezebben tudtak elhelyezkedni a munkavilágában. A Foglalkoztatási Együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című program célcsoportjai elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, de az 50 év felettiek, a Gyesről és Gyedről visszatérők, gyermeküket egyedül nevelő felnőttek és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál foglalkoztatást vagy képzést elősegítő támogatást. Ennek a szervezeti kereteihez tartozik az az együttműködési platform, amely a Paktum szervezet, amelybe azok a releváns szereplők, foglalkoztatói, tehát munkaadói, munkavállalói, érdekképviseleti, civil szervezetek, önkormányzatok és a kormányhivatal, mint a foglalkoztatással, munkaügyekkel foglalkozó szakigazgatási szerv, együttesen vállalhatnak szerepet. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nyitott szervezet, amelyhez bárki csatlakozhat. A megállapodást aktuális helyszínen a Kelet-Magyarország által szervezett állásbörzén írták alá, ahol 62 kiállító cég és szervezet közel 500 állásajánlatot kínált az érdeklődők számára mindenféle munkaterületen. A nagyobb nyíregyházi cégek mellett a vidéki társaságok, így például a repülőgép alkatrészeket gyártó Dél Air Cabin Hungary Kft. Is megpróbált munkaerőt toborozni Nyírbátori üzemébe. Utasszállító repülőgépeknek gyártunk belső bútorzatot, nagyon speciális technológiával, speciális körülmények között. Nyírbátorban vagyunk. Igazából 5 évvel ezelőtt alakultunk, egy fővel kezdtük, és most vagyunk 530-an, és a következő 3-4 évben szeretnénk ezt 850 főig feltorlázni, és a további terveink is még ennél magasabbak. Amiért itt vagyunk, az az, hogy szeretnénk felvenni kollégákat teljesen a szerelő, operátori munkától egészen mérnöki végzettségig, folyamatosan fejlődünk, folyamatosan hozzuk át Németországból a termékeknek a gyártását, és ez megfelelő mennyiség és megfelelő minőségű kollégákat keresünk. Az érdeklődőknek a munkalehetőségek mellett bemutatókat, illetve álláskeresési tanácsadásokat is szerveztek a kiállító társaságok.